Mi abban a pozícióban vagyunk, hogy a világ legnagyobb repülőgép megrendelés állománya nálunk van, és bárhogyan is alakul az iparágnak a, a jövője, mi hozzá tudunk jutni repülőgépekhez, hozzá tudunk jutni technológiához, tehát folyamatosan tudunk innoválni. Ami azért nagyon fontos, mert igaz, olyan üzleti modellünk van, ami alapján a legalacsonyabb költségek mellett a legalacsonyabb repülőjegyek jegyárakat akarjuk kihozni a, a piacra, ezt pedig folyamatos innovációra, Folyamatos technológiai fejlesztésre van szükségünk, és ezt a helyzetet szerintem megoldottuk a következő 8-10 évre. Úgyhogy mi alapvetően pozitívan látjuk a jövőt. Mi azt gondoljuk, hogy bármilyen körülmény is legyen, bárhogyan is alakuljon a világ, igaz, jelentős bizonytalanság van jelen pillanatban, mi tudunk alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez. Szerintem az elmúlt két és fél-három évben bizonyítottuk, hogy bármilyen nehéz körülményt túl tudunk élni, sőt, ebből még jól is ki tudunk jönni, úgyhogy továbbra is ezen a pályán akarunk maradni. És akkor vissza a Debrecenhez. Én úgy gondolom, hogy Debrecennek nagyon jók a hosszú távú kilátásai. Tisztán látható az, hogy az elmúlt 8-10-12 évben Debrecen elment a versenyben a többi régiós várossal szemben Magyarországon lényegesen dinamikusabb a gazdasági fejlődése ennek a, a régiónak. Én úgy gondolom, hogy ebben a város vezetése, a kormány hozzáállása, a rendelkezésre álló infrastruktúra, és illetve annak a fejlesztése nagyon jelentős szerepet játszott. Tehát mi ennek a folyamatnak szeretnénk továbbra is részesei maradni, a magunk részéről megtenni azt, amit megtudunk, mint légitárság. Mi... Bízunk Debrecen további sikereiben, de ez nem hitkérdése, tehát nem ezért megyek a templomba, hogy ez így legyen, mert úgy gondolom, hogy ennél objektívebbek ezek a folyamatok, a gazdasági lehetőségek. Úgyhogy én tényleg gratulálok mindenkinek, köszönöm a támogatást mindenki részéről, hogy itt lehetünk ma, hogy itt voltunk az elmúlt tíz évben, és itt legyünk a következő sok tíz évben, amik, amik előttünk állnak, és sok sikert kívánok a város fejlődésének. Nyugat-Európa irányába megvannak a nagyon fontos pillérek. A vizer érkezése, a vizerrel együttműködésünk kinyitotta Debrecent a világ számos égtája felé. Észak-Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa és Európa keleti része is elérhetővé vált a légi közlekedési útján. Elsősorban ugye Nyugat-Európára koncentráltunk eddig a járatokkal, de a város gazdasági fejlődése, a számos távol keleti cég érkezése azért fölhívja arra a figyelmet, hogy a következő években kell kelet felé is koncentrálni. Nyugat-Európa irányában megvan az a hab, amelyet el lehet érni, és amelyen keresztül egy átszállással el lehet érni Debrecent. A törekvésünk az, hogy a következő években keleti irányban is legyen egy olyan erős nemzetközi kapcsolatrendszere a városnak, a Debreceni repülőtérnek, amely a távol-keleti gazdasággal való kapcsolatunkat és együttműködésünket tovább tudja erősíteni. Szeretném megköszönni a kormánynak az elmúlt tíz év nagyon hathatós támogatását. Azt szeretném kiemelni, hogy 2010 előtt gyakorlatilag bármilyen tekintetben fordultunk működési támogatás vonatkozásában a reptér esetén kormányokhoz támogatást nem kaptunk. 2010 után állt be ebben a tekintetben fordulat és ez is egy nagyon fontos eleme volt annak, hogy sikereket tudtunk az elmúlt években elérni. És köszönöm Váradi vezérigazgató úrnak, és a Vizer munkatársainak, hogy hisznek, és hittek Debrecenben, és hogy tovább tudunk együtt dolgozni mind a repülőtér, mind a nemzetközi repülés, mind pedig a város sikerén. A debreceni repülőtér működőképességének a fenntartása, ami ahogyan polgármester utalt rá, 2010 óta egy nemzetstratégiai kitüntetett cél és feladat, amelyet nem fogunk továbbra sem feladni, sőt, sőt, és akkor ezt talán a főüzenet a kormány részéről mai napon, egy nagyon ambiciózus fejlesztési programba fogunk belevágni, amint a háborús helyzet és az abból fakadó következmények ezt lehetővé teszik. 2030-ig szeretnénk, hogy Debrecen vezető szerepe a régióban a repülőtér kapacitása tekintetében is stabilizálódjon, és egy olyan perspektívát nyisson, ami a következő évszázadra Debrecent ennek a közép-európai, középkelet-európai régiónak az egyik gazdasági bástyájá, bástyájaként bebetonozza.